Kiállítás, megnyitók, tárlatvezetések, koncertek és fényfestés is volt tegnap este Budapesten a műgyűjtők éjszakáján. A rendezvényt a Főváros Képzőművészeti negyedének tartott Falk Misa utcában és környékén tartották. Térnából készült fürdőruha, festmény egy porszívóról és egy 1000 forintosból kivágott pillangó. Néhány a kortárs művészek alkotásait bemutató tegnapi tárlatból. A műgyűjtők éjszakáján egyszerre 10 kiállítás nyílt. Akik rendszeresen bejárnak ide, oda, moda, nagyon fontos, hogy bemennek most más helyekre is, tehát más galériákat is megnéznek, de nagyon sok fiatal van. A műgyűjtők éjszakája azonban nem csak a kiállításokról szólt. Voltak koncertek, és fényfestés a házfalakra vetített színes képekből. Ugyanezt a képet mutathatjuk így is. Az egyik galériában pedig azt mutatták be, hogy a műtárgyak otthoni megvilágításánál mire kell figyelni. A reflekciókra, arra, hogy hova tesszük a lámpatestet, a magára a kép elhelyezése is például nagyon fontos, de egy jól elhelyezett kép egy falvilágítással általában jól működik, egy biztos recept arra, hogy nem lövünk mellé. A műgyűjtők éjszakáját 2006 óta negyed évente rendezik meg a Falk Miksa utcában. A műgyűjtők éjszakáján egy egyedülálló akció is elkezdődött. Ezt a 24 részre osztott táblát 24 kortárs festőművész tölti ki 3 hét alatt. Az elkészült alkotásból befolyó pénzt pedig a magyar paralimpikonok olimpiai felkészülésére fordítják. A Híradó Csilahár Tamás tudósította.